Párakapu segíti a felfrissülést a megye székhelyen. Nyíregyházán két frissítőpontot is kialakítottak a Kossuth téren. Az elmúlt napokban is 30 fok feletti hőmérsékletet mérhettünk. Most viszont arra hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy az év eddigi legmelegebb hete jön. Mint írják, szerdától péntekig jó eséllyel fölül múlhatjuk az év eddigi legmagasabb maximumát, amelyet július 29-én Budakalászon mértek. Akkor 36,6 Celsius fok volt. Bár a 36, esetleg 37 fok közeli csúcshőmérséklet nem lesz jellemző, de az országban egyre több helyen közelebb lehet majd a délutáni hőmérséklet a 35 fokhoz, mint a 30-hoz. Jó eséllyel országszerte ez az időszak hozhatja az év eddigi legmelegebb napjait. A jelenlegi számítások szerint pénteken lehet enyhülés, ám az ország keleti harmadában ez alig lesz érezhető. Ez az időjárás megviseli a szervezetet. Ugye arról van szó, hogy az emberi szervezet alapvetően az egyensúlyra törekszik, és ugye az állandó testhőmérsékletnek a fenntartására, és ugye nyilván minél hidegebb, vagy minél melegebb van, annál több energiabefektetést igényel a szervezet részéről, hogy ezt az egyensúlyt meg tudja tartani, annál nagyobb stresszként éri a szervezetet ez a fajta hőhatás. És ugye ez még egy fiatal, egészséges, fit embert is nagyon-nagyon meg tud terhelni, nemhogy egy olyan szemét, akinek esetleg valamiféle betegsége van, gondolok itt főleg azokra, akiknek valamiféle krónikus szívérrendszeri megbetegedése van, magas vérnyomás, szívelégtelenség például, vagy szívritmuszavar. Utóbbi csoport még fokozottabban van kitéve a veszélyeknek a nyári kánikula napjaiban. Ebben az időszakban fontos a folyadékfogyasztás. Együnk könnyű ételeket, gyümölcsöket, leveseket, tehát az ételeknél is a magas folyadéktartalmúakat válasszuk. Érdemes kerülni a kávét, az alkoholtartalmú italokat és a csípős ételeket. A 30 fok fölötti hőmérsékletben akár 15 perc alatt is le lehet égni, ezért fontos a védekezés. Például egy nagy karimájú kalap, vagy a magas fényvédő faktorú krémek formájában. A hosszabb utazásokra a rendőrség is ellátja jó tanácsokkal a lakosságot. Nyilvánvalóan ebben nagy melegben célszerű, hogyha megtervezzük az útvonalat, és olyan útvonalat választunk, ahol esetleg fák szegélyezik az utat, egy kis árnyékot, egy kis hűst adnak, de készülni kell főleg hosszabb távon olyan utakra, autópálya környéke, ahol semmilyen árnyékot adó, hűst adó területtel nem találkozhatunk. Itt célszerű mindig magunk mellett valamiféle folyadékot, általában vizet tartani, és időnként, mint egy hosszú távú vezetésnél, meg kell állni, fel kell magunkat frissíteni. Egy kis folyadékot, hogyha a tarkunkra, kezünkre, csuklónkra locsolunk, felfrissít minket, biztonságosabban fogunk tudni vezetni utána, hiszen jobb lesz a reakcióidőnk, a fáradtság egy picit eltűnik, de nyilván ezt a hőmérséklet a távolság függvényében sűrűbben meg kell ismételni. Egy hivatásos sofőr naponta 9 órát vezethet. Ezzel szemben a nyaralni indulók van, hogy akár 10-től is több órát levezetnek pár perces szünetekkel annak érdekében, hogy minél hamarabb elérjék az úti céljukat. Mivel ők nincsenek hozzászokva a hosszú utakhoz, még baleset veszélyesebb lehet a közlekedésük.